Nem vonatkozik egyformán minden piaci szereplőre a vasárnapi zárvatartás az Együtt szerint. Az ellenzéki párt úgy látja, a Fidesz közeli cégek kivételezett helyzetben vannak. Arra szólítják fel a kormányt, hogy vonja vissza a törvényt. A Párbeszéd Magyarországért pedig törvényjavaslatot ad be hétfőn a vasárnapi zárvatartás megszüntetésére. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint az ellenzéki pártok rémhíreket terjesztenek, mert a törvény egyetlen üzletláncot sem hoz kivételezett helyzetbe. Ez a Dunaújvárosi üzlet nem nyithatott ki vasárnap. A helyi MSZP-sek sem vásárolni jöttek ide. Transzparenseiken azt üzenték, ha pártjuk kerül kormányra, ismét nyitva lehet bárhol, bármilyen bolt, vasárnap is. Ez a fővárosi üzlet most is nyitva lehet vasárnap, ezt hatalmas feliratokkal hirdetik. Jöttek is sokan, egymást érték az ajtónál a vásárlók. A déli pályaudvar ugyan már hetek óta nem működik, a törvény azonban csak annyit mond, hogy a pályaudvarokon nyitva lehetnek a boltok, azt már nem, hogy az állomáson vonatforgalomnak is lennie kell. Az Együtt szerint ez is azt bizonyítja, hogy a vasárnapi zárvatartás nem mindenkire érvényes. Úgy tűnik, hogy a Fidesz egy olyan törvényt fogadott el, aminek valóban vannak károsultjai, ezek a magyar állampolgárok, és vannak nyertesei, ezek pedig a Fideszhez tartozó klientúra, a Fidesznek a haverjai, hiszen úgy látszódik, hogy itt piacátrendezés zajlik éppen a szemünk láttára. Az Együtt ezért azt kéri a kormánytól, hogy vonja vissza a szerintük igazságtalan törvényt. A Párbeszéd Magyarországért pedig hétfőn már törvényjavaslatot is benyújt ugyanezért. Szerintük felelőtlen döntés veszélybe sodorni munkahelyek ezreit. Akkor, amikor nem létesülnek hosszú távú normális munkahelyek Magyarországon, akkor, amikor az emberek nagy része közmunkával próbálja tengetni az életét, azt is egy éven belül csak néhány hónapig, akkor teljesen elfogadhatatlan egy olyan kormány határozat, vagy hát egy olyan törvény, amelyik azt szorgalmazza még ráadásul, hogy emberek tízezrei veszítsék el ma Magyarországon a munkájukat. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint az ellenzéki pártok vagy hazudnak, vagy a hozzáértésükkel van gond, mert a törvény világosan fogalmaz. Minden 200 négyzetméter alatti, és a tulajdonost is foglalkoztató üzlet tarthat nyitva, bárkinek is a tulajdonában van. Ez semmiféle láncot, semmiféle tulajdonosi kört nem hoz helyzetbe Magyarországon, hiszen ez alapvetően a kiskereskedőkre vonatkozik. Az, ha egy-egy láncnak, és mindegyik láncból meg tudnék ilyet nevezni, van olyan üzlete, a sok száz üzlete közül egy-kettő, amelyik belefér ebbe, attól még nem lehet azt állítani, hogy ez haszonélvezője lenne, mert a többi üzlete, a több tucat, vagy akár száz üzlete pedig be van zárva. Girószász András azt mondta, azért vezethették be a vasárnapi munkavégzés tilalmát, mert az ország gazdasági helyzete megengedte. Ráadásul a külföldi példák is azt mutatták, hogy nem jár majd károkkal. Úgy tudja, hazai hatástanulmány nem készült. Glatfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szombaton híradónknak azt mondta, 4 évvel ezelőtt a tárca csak egy közvéleménykutatást rendelt ebben a témában. Az átlátszó.hu megtalálta a kutatást végző cég társtulajdonosát, aki részleteket nem árulhatott el. Csak annyit mondhatott, felmérésük nagyon hasonló eredményt hozott, mint az Ipsos mostani kutatása. Azt szerint a lakosság 2/3 nem támogatja a vasárnapi zárvatartást.